Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy olyan vendégem lesz, aki Bolyai János után egy kicsit elmondhatja, természetesen másként, hogy a semmiből egy új, másik világot teremtettem, mégpedig azért, mert amerre járt, mindenütt valami újat hozott, valami olyat, amit eddig nem szoktunk meg, ami hozzánk szól, ami a miénk, ami a közösségé. Rodi Chester, a Káponásnyéki Halász Kastély kulturális igazgatója. Csókolom a kezét, szép jó estét. No, hát igen, erről kell beszélnünk. Tényleg, ahogy néztem a szakmai munkásságát, aztra figyeltem fel, hogy mindig valami újat hozott nekünk. Nekünk, mondom én, hiszen a kultúra, az irodalom kedvelők számára ez úgy kell, mint egy falatkenyér. Soha nem kellett volna jobban, mint most. Kezdjük innét, hogy egyik oldalról ugye tanárként miként választ magának hivatást úgy, hogy a kultúra szeretete és a kultúra mindenek felettisége azért ott maradjon az életében. Igazság szerint azt hiszem, hogy mindig az volt a legfontosabb számomra, hogy értéket teremtsek, és hogy értékelni tudjak mindent, ami értékes. És ez határozta meg azt az időszakot is, amikor tanítottam. Én az ELTE-n angol szakon végeztem, tehát először az angol nyelv tanításával kezdtem a pályámat, és aztán azt is nagyon szerettem, és abban is mindig megtaláltam az örömmet, és úgy gondolom, hogy sikerült a gyerekeket is, vagy a fiatalokat is elragadnom abba a világba, ahol jó lenni, és ez a tanulás, a tudás, a tapasztalatszerzés világa. És aztán jött az az időszak, amikor édesanyja lettem, 3 gyermekem van, úgyhogy a babázás időszaka alatt döntöttünk aztán úgy a férjemmel, hogy Gárdonyba költözünk, és aztán itt pedig megtaláltuk egymást a Gárdonyi Emlékházzal, illetve a Zsongóbárka Egyesülettel, ahol engem ért az a megtiszteltetés, hogy a múzeum pedagógiai programot összeállíthattam a Gárdonyi kiállításhoz kapcsolódóan. Ez egy abszolút hiánypótló volt. Emlékév mindig van, a Gárdonyi emlékév értelemszerűen az Agárdé, Gárdonyi, illetve az emlékházé. Ugyanakkor a Zsongóbárka Egyesület gondoskodott arról, hogy különleges programok várjanak bennünket. Honnét jött a gondolat, hogyan lehetett ívet adni ennek a történetnek? Hát először is úgy kezdődött a dolog, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum döntött egy nagyot, és elkezdte az irodalmi emlékházakat felújítani, és hála Istennek elég hamar eljutottak a Gárdonyi Emlékházhoz is, ahol felújították a régi kiállítást. És amikor ezt a kiállítást megnyitották, akkor a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem nekem itt múzeumpedagógiát csinálni, akkor mint kismama, a kisbabámmal voltam ott, és mondtam, hogy ne lenne kedvem. És akkor elkezdtünk ezen dolgozni a Zsongóbárkában, néhány anyukával közösen, és összeállt egy olyan program, ami valóban hiánypótló is lett, és valóban olyan lett, amire szívesen jöttek a gyerekek, és egyre több iskolás csoportot, fehérvári, tókörnyéki iskolát sikerült megszólítanunk, és aztán ez a nagy lendület és lelkesedés, ami akkor kialakult, ez aztán tovább épült a Gárdonyi emlékév során. Tulajdonképpen ott is a maga az, hogy Gárdonyi és Agárd és az emlékház csatlakozzon az emlékévhez, az az én szívem álma volt, és ez annyira jól sikerült, hogy aztán egy egészen heroikus munkává vált, és aztán a december 23-ai zeneszerző pályázat, a Zeneakadémia záró eseménye, ahol a Gárdonyi emlékév tiszteletére 3 gárdonyi karácsonyi műből oratórikus műveket hoztak létre fiatal kortárs zeneszerzők. Az annyira csodálatos volt, és olyan fantasztikus lezárása ennek az emlékévnek, hogy tényleg az egész piciből eljutottunk egy egészen nagy és katartikus élményhez, azt hiszem mindannyian, akik ott voltunk december 23-án. Igen, méltó lezárása volt az emlékévnek, viszont nem mehetünk el szó nélkül, egy név ide illik, illetve illeszkedik el Simon Lászlóé. Én emlékszem, valamikor a 90-es évek végén ő már ezt pedzegette, még fiatal költőként találkoztunk vele, aztán utána politikussá avanzsált, de kultúrpolitikussá, tehát nyilvánvaló volt, hogy neki ebben
velencei kötődései révén része lesz a Velencei tópartján, hogy a Gárdonyi Emlékház, az irodalmi fal megvalósulhasson. Tehát közösen gondolkodtak, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó út, amit választottak. Igen, ez így van. Abban az időben, amikor, tehát 2013-ban ő kulturális államtitkár volt, és én összeállítottam egy tervet, hogy mi az, amit mi szeretnénk megcsinálni a Gárd Gárdony vonatkozásában az emlékév során, és hát ő volt az, aki teljes mellszélességgel ezek mellé, a kezdeményezések mellé odaállt, és nem csak a Gárdonyi vonal, hanem ugye Eger, illetve Budapest, a Petőfi Irodalmi Múzeum is részt vett ebben a komoly vállalkozásban, és az, hogy mindannyian valóban egy gyümölcsöző partnerségben tudtuk ezt az emlékévet végig dolgozni, és végig lelkesedni, az mindenképpen az ő támogatása nélkül elképzelhetetlen lett volna. Igen, aztán ott volt még körünkből, ugye Bakonyi István barátunk, József Attila Díjas irodalomtörténészként számtalanszor volt házigazda. Igen. Az emlékházban, és ezek fontos dolgok nekünk. Igen. Is. Mi magunk is jártunk ott nyilvánvaló. Ez most már megy a maga útján, hiszen azzal, hogy az emlékév véget ért, ez nem jelent ilyen értelemben semmit, hiszen a épület maradt, és a remek gondolatok sora. Önt viszont értelemszerűen elragadta a tehetsége tulajdonképpen Budapestre. Azt hiszem, hogy ez egy egyenes út volt, ha tetszik, ha nem. Sokat kellett gondolkodnia, hogy szerepet vállaljon a kultúrpolitikában? Akkor inkább nem teszem fel. Nem, ezen nem kellett sokat gondolkodnom. Elsimon László volt az, aki meghívott erre a munkára. Akkor a Várkert Bazár fejlesztéseért felelős kormánybiztosként, és hát ez egy csodálatos kihívás volt, és ez szorosan együtt ment az évül emlékével. És amikor a Gárdonyi emlékévet lezártuk, akkor ő már említette, hogy évül emlékév mutatkozik a kanyarban, és hát nyilvánvalóan ez is egy nagyszerű kihívás volt. A Várkert Bazár kulturális élettel való megtöltéséről nem is beszélve, ami szintén egy olyan feladat, amire nem lehetett nemet mondani. Ez egy rendkívüli kihívás mindenféle értelemben. A Virágos Magyarországért Mozgalom vezetői voltak a vendégeim, akik szintén részesei a Várkert Bazár történetnek, és ők beszámolnak róla, hogy igen, hát az első számú probléma volt élettel megtölteni. Az, hogy külsődlegesen milyen valami, valaki, az jószerűen semmit nem jelent. Persze, hogy hozzájárul a szépség a tartalomhoz, de azért a tartalom. Nehéz munka volt? Igen. Mindenképpen nehéz munka volt. Pontosan azért, mert a Várkert Bazár egy különleges jelensége, azt hiszem, a fővárosnak, mert egyrészt egy csodálatos épület, tehát építészetileg egy fantasztikus kincs, amit nagyszerű, hogy megőrizhettünk, és hogy újjászületett, és ennyire szép lett, amilyen szép lett. Viszont se nem művelődési ház, se nem színház, se nem kultúrközpont, se nem koncertterem, mégis mindez egyszerre. És ez valóban ez a komoly kihívás, azt gondolom, a Várkert Bazárban, hogy hogyan lehet valami mindenféle egyszerre, de mégis valami különleges, valami unikális, ami mindenféle közönség számára tartogat meglepetéseket, érdekességeket, és mivel ez egy nagyon sok épületből, sok épületrészletből, kis terem, nagy terem, kiállító terem, mozitér, szabadtéri zárt, ezért hát rengeteg lehetőséget rejt, és mindezt úgy megcsinálni, hogy valóban vonzó legyen a közönség szemére is, ez egy komoly kihívás, szerintem a mai napig az. És egy picit azt gondolom, hogy a Várkert Bazár még most is keresi a helyét Budapest kulturális életében, de biztos, hogy ez egy olyan dolog, ami megoldható, és érdemes is jól megcsinálni. Mielőtt a kastélyokról beszélünk, először essék szó a Velence Tavi kistérségi alapítványról, szintén Elsimon László nevéhez fűződik, mint kuratórium elnök nyilván szorgalmazza azt, hogy a Velencei tó, a kistérség, és itt nem elsősorban csak a tó melletti településekre gondolok, kulturális értelemben is fejlődjenek, ez egy áttörést jelentett mindenképpen. Ez vonzott a kápolnásnyékre, ha már a kastélyoknál tartunk? Hát persze, a kultúra az mindig vonzerő számomra, de az is biztos, hogy,
hogy a három gyermekem, és az a feladat, amit anyaként el kell látni, vagy el szeretnék látni, és ami szeretnék lenni az ő életükben, az is mindenképpen fontos szempont volt, mert azért a Budapesten dolgozás nagyon-nagyon sok órában, plusz az utazás, azért ez már nehezen volt összeegyeztethető, úgyhogy ilyen értelemben azért eljutottam egy olyan pontra, hogy döntenem kellett, hogy amíg a gyerekeimnek intenzíven szüksége van rám, és nekem is rájuk, akkor próbáljuk egy picit közelebb lenni hozzájuk is. És nyilván ehhez kellett egy kastély. Hát jó volt, hogy volt. Ez érdekes a 21. században, hogy kultúra és kastély kézenfogva jár. Én volt szerencsém ott lenni, amikor a Légi Festetics kastélyt újították fel, és ugye általában a kastélyprogram Fejér megyében fontos, és azért nagyon jó, hogy azért a Nádasladány is elkészült, hiszen ott is ott voltunk a nádasdi nővérek legnagyobb örömére, és hát nem különben a Halászkastély is. Ez egy kicsit kisebb, de nem baj, hiszen az elmúlt időszakban, ha figyelemmel kísérti valaki a kápolnásnyeki történéseket, akkor láthatta, hogy először is itt volt a reformáció 500 éve, és ez egy nagyon fontos esemény volt Kápolnásnyéken, és így hogy építette fel a kastély programját? Hát egyrészt ugye a kastélyok fontos szerepet játszottak az életemben korábban is, hiszen a Forster központban dolgoztam, ahol a kastélyprogramhoz kapcsolódó kastélyok élettel megtöltése volt az egyik feladatom. Tehát pontosan az, amit most a Halászkastélyban is szeretnék megvalósítani. Úgyhogy ez volt egy fontos kezdőlépés, és aztán amit mindenképp szerettem volna megcsinálni, hát nyilván az emlékévekhez kapcsolódóan, mert beszéltünk már a Gárdonyiról, az Íbőről, és aztán volt még a Csók 150 emlékév, aminek szintén én voltam a főszervezője. Úgyhogy adta magát a gondolat, hogy próbáljunk meg az emlékévekhez is kapcsolódni, és a reformáció emlékévéhez kapcsolódóan létrehoztak egy vándorkiállítást, amely egy busz tulajdonképpen, és ezt a buszt hívtuk meg hozzánk vendégségbe. És hát nagyon nagy örömömre azon az egy napon, amíg nálunk volt a busz, több mint 300 látogatót sikerült meghívnunk, vendégül látnunk, ami nagyon komoly eredmény, hogyha ahhoz hasonlítjuk például, hogy Fehérváron volt előtte két napig a busz, és töredék vendéget tudtak ott, vagy látogatót megszólítani. Nagyon sok diák, hittancsoport, idősebbek, fiatalabbak jártak ott, és ez egyrészt nagyon nagy élmény volt, hogy sikerült eljuttatni a hírt, hogy érdemes hozzánk eljönni. Nagyon jó volt maga a kiállítási anyag is, nagyon élvezetes és különleges. Ez számomra mindig jó tanulási lehetőség is, hiszen kiállításokat is szervezünk, hozunk létre a munkánk során, és nyilvánvalóan be tudtuk csalogatni a kastélyba is az odaérkezőket, és egy kicsit kedvet tudtunk csinálni mindahhoz, amit mi ott csinálunk, hiszen a jelenleg látogatható kiállítás, a Ferenczi család kiállításához is létrehoztunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Ez nekem különösen szívügyem a Gárdonyi Emlékház óta, és sok óvodás csoport érkezett hozzánk, akiknek szintén van múzeumpedagógiai foglalkozás, fantasztikus élmény velük foglalkozni és látni, ahogy rácsodálkoznak egyáltalán arra, hogy kiállító tér, hogy mit lehet ott látni, hogy miért érdekes, hogy mire figyeljünk, összekötjük a mesét, a valóságot, a képzőművészetet, sőt, hát most például Ferenczi Károly Gesztenyafák című festménye is megcsodálható ott nálunk, és hát ha kinézünk a parkba, akkor ott áll egy gyönyörű gesztenyefa, és a plenár, igen, hát rögtön hozta a gondolatot, hogy mindenképpen menjünk ki a gyerekekkel, és fessenek kint a szabadban. Úgyhogy nagyon sok mindent ki lehet találni, és meg lehet valósítani, különösen a fiatalokkal. És hogy ezt mosolygós szemmel teszi még jobb. A három Ferenczi zseniális, ezt tudjuk. Igen. És ráadásul megfigyeltem, hogy figyelnek a sokszínűségre, hiszen a Halászkastélyban vadász találkozó. Ez is egy nagyszerű gondolat.
Igen. Viszont amiért én tulajdonképpen meginvitáltam ide Székesfehérvárra is hozzánk, hogy áradozva jött vissza egy kolléganőm a meseestekről, mesés estékről, kápolnásnyékről, és majd ezt követően még egyszer jártunk ott, akkor már ugye Arany János est volt, hogy hogyan sikerült megtölteni tartalommal a mesés esteket. Ugye Kirst Anna Mária és Kirsfalusi Katalin volt az első két vendég ebben a mesét. Beszéljünk erről. Ők egyébként ifjú halász Gendon unokái. Így van, így van. A kastély mesék ötlete az onnan jött, hogy úgy gondolom, hogy különösen a csendesebb őszi-téli időszakban, amikor nem annyira jönnek-mennek az emberek, de mégis van bennünk egy igény arra, hogy valahova beüljünk egy szobába, egy tejázóba, egy valami kellemes és szép helyre, és ott figyelhessünk, hallgathassunk, olvashassunk, tapasztalhassunk valami szívmelengetőt. És ezt szerettem volna megvalósítani a kastélymesékkel, és rögtön nyilvánvalóan azért kastélymesék, mert a kastély az az elem, ami összeköti majd minden vendégségnek, minden beszélgetésnek a gondolatfonalát. Az első vendég, vagy két vendégünk, Katalin és Anna Mária, ők Halász Gedeon unokái, az utolsó tulajdonos unokái, és nagyon-nagy örömmel jöttek el hozzánk, és nagyon szép és kedves este volt ez, amikor egy kis tejával, kávéval vártuk a vendégeket, zeneszó is volt, és visszaemlékeztünk arra, hogy mit is rejt ez az épület. És nem feltétlenül építészetileg, hanem mindazok a lelkek, emberek, sorsok, amelyek ott oda kötődnek ehhez az épülethez, hogyan változtatták meg, vagy hogyan befolyásolták ennek a két kedves embernek az életét. És hát nagyon-nagyon szépen visszahozta az ő elbeszélésük, az ő meséjük, amely ugyanakkor valóság, mindazt, amit mi ott érzékelünk. Tehát amikor az ember bemegy a halászkastélyba, ott jó. Igen. A Rába Henriett anyagát, ezt láthatták kedves nézőink a Paletta Iradóban, nyilván ugyanezt gondolják, és aztán az Arany János estről nem különben. Erről mi már váltottunk szót, hogy az évfordulón egymást érik az Arany János estek szerte az országban. Ez így van rendjén. Mondtam, hogy én az olyanokat szeretem, ami önöknél volt, amely megőrzi a méltóságot, és mégis a kellő játékosság megvan benne. Igen, hát emlékévekről beszéltünk, Arany János emlékéve is van, hiszen 200 éve született a költőfejedelem, és hát nekem rögtön elindult a fantáziám Vörös Marti kápolnásnyék, hogyan hívjuk meg Vörös Martit, vagy Vörös Martihoz vendégségbe Arany Jánost, és adta magát a lehetőség, hiszen a Petőfi Irodalmi Múzeum, megint régió barátaink létrehoztak egy nagyszerű vándorkiállítást. Van egy busz is, amely járja az országot, és van egy vándorkiállítás is, ami egy egészen látványos és különleges installációs sor. Tulajdonképpen kis szigetecskék, amelyek egyenként is megállják a helyüket, de nyilvánvalóan végigböngészve őket az ember egy kicsit betekintést nyer Arany János világába. És ez a kiállítás most a Ferenci kiállításba költözött be tulajdonképpen, kápolnásnyékre is, és annyira sok szép gondolatot és párhuzamot lehet vonni. Egyébként Prőle Gergely főigazgató úr jött el és nyitotta meg a tárlatot, és ez a vendégeskedés, hogy Vörös Martit meglátogatta Arany János, rögtön továbbfűzte ezt a gondolatot, hogy József Attila hogyan írt Arany Jánosról, és hogyan gondolkodott róla, és Elsimon László és Prőle Gergely nem is azt mondom, hogy megnyitó beszéd, megköszöntő, hanem valóban gondolatmenetek voltak, méghozzá nagyon szép és elgondolkodtató felvetések arról, hogy hogyan őrizzük a hagyományainkat, és hogyan vigyázzunk azokra az értékekre, amelyek a miénk. Mert hogy ez nem a múltban révedezés, ez sokkal nem. Több annál. És ugyanígy folytatják, hiszen Bányai Balázs történész, a Szent István Király Múzeum munkatársa, remek történésze is a vendégük lesz, és egy kicsit akkor vele ugye továbbra is maradunk a halász családnál, ami nagyon fontos, hiszen ott van számunkra egy épület,
azt láttuk hosszú esztendőkig, hogy romlik folyamatosan az állapota. Jöttek önök, felépítették, újjávarázsolták, viszont azt még mindig nem tudjuk, hogy az a történet, ami évszázadokon át nyúlt, az micsoda, hogy élték meg a mindennapjaikat, milyenek voltak az ünnepeik, és azt hiszem, hogy ez fontos adalék. Nagyon, nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy tényleg amikor az örökségvédelemről beszélgetünk, akkor mindig, számomra mindig az a legfontosabb gondolat, hogy az örökségünk az nem csak azt jelenti, hogy vigyázzunk valamire, ami régi, hanem hiszünk annak az örökségében, az örökké valóságában. Ez pedig csak úy valósítható meg, hogyha a mai napban is úgy vigyázzunk rá, hogy azt élővé tesszük. És én mindig erre törekedtem, bármelyik munkámra gondolok, hogy a gyökereinkhez nyúlva, de a jelenben újraélve, újra fogalmazva, és a fiataloknak továbbadva kell, hogy gondoljunk ezekre az értékeinkre. És azt hiszem, hogy a Balázzsal tervezett beszélgetésünk is egy picit erről fog szólni, hiszen ő nem csak a család történetét, a tó környék történetét kutatta, hanem az épületet is. Úgyhogy az ő vele folytatott beszélgetésben mindenképpen ki fogunk térni az építészeti kérdésekre is, arra, hogy milyen különleges ablakok vannak például az épületben, hogy szinte mindegyik szobában más típusú, más osztású, különleges műalkotások az ablakok maguk is. Igen, és ezt folytatják, és a Margitai Gábor tiltott kastély, az szívügyem szintén, gyakorta járunk Erdélyben. És tapasztaljuk, hogy ha nem lenne a Bethlen Gábor Alapítvány egyéb iránt, és a Hoppál Péter, illetve a másik államtitkárság vezette segítség, akkor bizony tönkre menne minden. Ez egészen bizonyos. Pontosan ezért fontos, ahogy itt olvasom a mű főszövegében a tiltott kastélyt, tehát Teleki Bánfi Bethlen, Mikes Apor Haller. Bánfi kastélyban most jártam egyébként tavasszal, elkezdődött az építkezés, de nagyon-nagyon lassan. Nagyon lassan, hiszen az válaszút környékén van, és én azt mondom, hogy ugye Roma, Erdély, Versailles párhuzam azt tetten érhető lenne, ha csinálnák, de nem teszik. És ezért nagyon jó, hogy vendégül látják Margitai Gábort, hiszen ez egy alapmű az övé. Igen. Én is nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást, és hogy eljön és mesél nekünk a könyvről is. Én remélem, hogy a filmből is, amit készített, egy pár részletet be fogunk tudni mutatni. És egy picit elgondolkodunk ugyanerről, amiről az imént beszélgettünk, az örökség, az örökségvédelem kérdéséről, de egy egészen más szemszögből, hiszen mindez, amit ő tapasztalt, átélt, megírt, az egy másik történet. Igen. Hirtelen eszembe jutott, hogy igen, a Bonszidán, a Bánfi kastélyben cigánybúcsú van, tehát ez szörnyű. No, és akkor még egy, ami gyönyörűséges és nagyon kedves, Nádasdy Borbála grófnőnk, aki gyakori vendég itt a Fejérvár televízióban és a rádióban is. A Nádasdy kastély elkészült, és ha önök vendégül látják, azt hiszem, hogy az ember és az őt megillető környezet végképp egymásra talál. Igen, nagyon örülök, hogy ő is eljön hozzánk, és beszélgethetünk. Most készül el az új könyve, úgyhogy egy kicsit az új könyv bemutatója is lesz ez az este. De hát mindenképpen, ha már a vendégeskedésről volt szó, nagyon nagy örömmel látja vendégül a Halászkastély, majd Nádasladány úrnőjét, hogy úgy mondjam. És hát Borbálától azt hiszem, hogy egyrészt fantasztikus történeteket hallunk majd, másrészt csak beszélgetni, meg hallgatni őt, az egy külön élmény. Úgyhogy... Tehát újra itthon, én már végleg mondja ő. Milyen tervei vannak? Előtte megállapítom azért mindannyiunk nevében, hogy most jó kápolnásnyékinek egyik oda, eddig is jó volt, de most különösen, és jó talán azt hiszem Rodics Eszternek lenni is. Milyen tervei vannak, Eszter? Hát szeretném folytatni az elkezdett munkát, szeretném, hogyha minél érdekesebb és különlegesebb programokat tudnánk szervezni oda. Én azt érzékelem, hogy mindenki nagyon örül annak, hogy valami történt, hogy itt felé lett Csipke Rúzsika álmából egy kastély, és hogy olyan tartalommal igyekszünk majd megtölteni, ami azt hiszem, hogy az egyre bővülő Velencei tó környékén
Fejér megyében, vagy Fehérváron kialakuló értelmiségi réteget úgy érinti meg, hogy természetesen érzi magát benne. Tehát nem akarunk mi csodát tenni, nem akarunk nagyon különlegesek lenni, vagy nagyon rendhagyóak, vagy nagyon modernek, vagy nagyon konzervatívak. Egyszerűen csak emberek szeretnénk lenni, akik embereket látnak vendégül, és olyan értékeket közvetítenek, amelyekért érdemes egy picit kitenni a lábukat otthonról, és egy pici rövid utat megtenni, hogy jó helyre kerüljenek. Köszönöm szépen, nincs kétségem felül, a csapata önnel van, mi is önnel vagyunk, Kápolnásnyék nem különben Székesfehérvár is, úgyhogy jó munkát kívánok önnek, mindannyiunk nevében, és ígérem, kedves nézőink, önöknek is, hogyha valami történik, tehát az imént felsoroltak, akkor arról mi is beszámolunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!